Négy napon át ünnepli a 22. születésnapját Szabadkán a Kosztolányi Dezső Színház. Az első nap előadást láthattak, a második nap pedig szokatlan megmozdulást. Felolvasó maraton szerveztek az érdeklődőknek. Kosztolányi Dezső levelezéséből és naplójából olvastak részleteket. Mindenki meg is lepődik, mi is, amikor először kijutunk olvasni, hogy tulajdonképpen ez milyen jó volt, milyen jó érzés találkozni. Ez is milyen hihetetlen most olvasni ezeket a sorokat. Neked most teljesen meg kell gyógyulnod. Lukács Lilla, a Kosztolányi Dezső Színház munkatársa elmondta, hogy meghitt élmény volt egymást stafétaszerűen váltva a naplóból felolvasni a színpadon. Én készítettem a beosztást a 24 órás felolvasásra, és körülbelül ráéréstől függően mindenkit olyan fél órás blokkokba osztottam be, így én is fél órát olvastam most így az első körben. A Kosztolányi Dezső Színház születésnapi programsorozata pénteken fejeződik, az Újvidéki Színház Off című előadással vendégszerepel majd, ezt pedig egy közös tortázás közösségi est követi.